Elismerte választási vereségét, Esztergom volt polgármestere, Medgyes Tamás azt mondta, nem akar terhére lenni a városnak és a helyi Fidesz-KDNP képviselőcsoportjának, ezért lemond a frakcióvezetői posztról. A fideszes többségű városvezetés késő délután a rendkívüli képviselőtestületi gyűlést hívott össze, hogy a független polgármester hatáskörét visszavonják és felülvizsgálják. Tétényi Éva polgármester azonban az önkormányzat adósságai miatt csődbiztos kinevezését kezdeményezte, amellyel megakadályozhatja, hogy a képviselőtestület kezébe kerüljön a hatalom. A javaslatokról adásunkig nem döntöttek.